Bár még mindig csökken a népesség, de ezzel párhuzamosan elmondható az is, hogy emelkedik a születések száma. 2015 első negyedévében kevéssel több mint 22 ezer gyermek született, ami 3,3%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 2010 óta folyamatosan nő a házasságkötések és valamelyest csökken a válások száma. Az északalföldi régióban évek óta igaz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban születik a legtöbb gyerek. Éves átlagban 3400-3500. Két éves periódusban már mondható, hogy pár százalékkal, tehát nem óriási számmal, de ilyen 4-5 százalékkal emelkednek a szülések. Itt elsősorban a 30 év fölötti szülésekkel találkoznak, és ami örömteli, nagyon sok olyan kismama jön, aki a 30-35 vagy a 40 év körül úgy gondolja, hogy még egy harmadik, vagy épp egy másik gyereket még bevállal. Ők jönnek, és az ő számok nagy mértékben emelkedett az elmúlt időszakban. Az ezredfordulót követően általános jelenség volt, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeket. Ez kitolódik 30-35 év felé, és nem csak itthon, hanem egész Európában. Inkább a 35 év utára tevődik át az, amikor a szüléseket főleg szokták vállalni. Érdekes módon egy másik periódus is van, az ilyen 25 éves, 28 éves korban egyre többen jönnek önök, akik akkor a pályakezdők, befejezték a különböző tanulmányaikat, valamilyen állásuk van, és akkor idézve gyorsan le akarják tudni a gyerekeket, és ők is jönnek egy bizonyos számban, de még egyszer mondom, inkább a 35 év fölöttieknek a száma emelkedik. A főorvos hangsúlyozta, hogy a megye összes kórházában született gyermekekre vonatkoznak a kedvező statisztikai adatok, sőt, Tokaj és kistérségéből is a Nyíregyházi kórházba érkeznek a kismamák szülni. A szociológusok szerint pedig az, hogy egyfajta népesség robbanás figyelhető meg Győrben, Szegeden és Nyíregyházán, annak is köszönhető, hogy a fiatal házaspárok olyan nagyobb megyeszékhely városokba költöznek, ahol több a munka lehetőség.